Kemény munka folyik Csíkszeredában a Művészetek Házában. A Ról zenekar vezetésével több mint 100 zenész, táncos, színész dolgozik a hamarosan bemutatandó rock oratóriumon és táncjátékon. Szent László, légy velünk! Ezzel a címmel mutatja be új rock oratóriumát a Csíkszeredai Ról zenekar augusztus 20-án Csíkszeredában a Szabadság téren. A nagyszabású produkció történelmi tényekre, népi énekekre, zsoltárokra, valamint lovak királyunkhoz kapcsolódó legendakörre épül. Régebről van nekünk egy ilyen Szent László művünk, vagy létezett, akarom mondani. Ez Dr. Papkincs SMS-e írta hozzá a forgatókönyvet, meg a szövegkönyvet. És ez jó néhány évvel ezelőtt készült egy első verzió ebből a műből, amire írt Nagy Tivadar zenét, ugye a Ról zenekar gitárosa, meg zenekarvezetője. És hát az idén felmerült bennünk az ötlet, hogy Emese néninek is kicsit emléket állítva, meg a Szent László év kapcsán is, hogy ezt elővegyük, ezt a művet, és kicsit nagyobb volumenben, több emberrel nagy színpadra állítsuk, és megmutassuk a csíki közönségnek. A Ról együttessel találkoztam, őket ismertem, és ő nekik volt egy kész forgatókönyvük, szövegkönyvük, amit annak idején Papkincses Emese írt, és hát a Ról szerezte a zenéjét, és engem ezzel a kéréssel kerestek meg, hogy megrendezném, a színpadra állítanám meg koreográfusok segítségével tulajdonképpen ezt a Szent László légy velünk című rock oratóriumot. Hát a cím ugye az egy mondatos rövid ima, tulajdonképpen a katolikus hitélet szerint, vagy hit szerint egy közben járó ima, tehát a szentjeinkhez intézett ima, ebben az esetben Szent Lászlóhoz fohászkodunk, és hát ez egy picit azt is behozza, hogy mi az, amiben az ő segítségét kérjük, vagy egyáltalán mibe kérhetjük Szent Lászlónak a segítségét, vagy mit jelent ma Szent Lászlóra egyáltalán figyelni, mi az, amit ma tanulhatunk tőle. És akkor innen indulunk el tulajdonképpen a darab során, és hát az életéből néhány momentum lesz a műben megjelenítve, nem feltétlenül kronológiai sorrendben, de nem is ez a fontos, hanem tényleg néhány jelentősebb pillanatot próbáltunk meg kiragadni, így a koronázás lesz megjelenítve, egy csata jelenet lesz az életéből és maga a temetése, majd mi úgy emlegetjük, hogy a második felvonásban, de nyilván nem lesz szünet, a második felvonásban pedig az a hitrege alapján az a rész, amikor a székelyek hívják segítségül Szent László királyt. Igazi összefogás úgy az alkotók, mint az előadók részéről, és reméljük, e csapatot egyre több támogató is fogja erősíteni, hiszen szeretnénk, ha ez az előadás nívójában és méreteiben méltó lenne Erdély védőszentjéhez, írja a közleményében a zenekar. Ezt az összefogást mi sem bizonyítja jobban, mint hogy szabadságolások, nyári vakációk idején is fegyelmezett munka folyik a zenekar próbatermében is szomszédságában. A közös munka varázsa, ugye az úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki eljött, aki velünk van, az nyilvánvaló. És hát a szentlászlói gondolatvilág, a szentlászlói értékrend, Szent László öröksége hagyományai ugye eléggé élénken élnek itt a helyi emberek, környékbeli emberek szívében. Aki meg nem ismerte, az meg most nagyon lelkesen ismerkedik, barátkozik a Szent Lászlói örökséggel. A 30 éves Csíkszeredai Ról zenekar jubileumi eseményeinek egyik fontos mozzanata, e nagyszabású produkció megírása és bemutatása. A mű szövegkönyve a néhai Dr. Papkincses Emese, a koreográfia a Tóth Larissa Tánc Stúdió, Kelemen Szilveszter és Kósa Gabriella néptánc koreográfusok érdeme, a rendező Tarjányi Krisztina. A 80 perces produkcióban közel 100 zenész, színész, balett és néptáncos, statiszta, kórus, vonós zenekar vesz majd részt az Agora Alapítvány és a Ról zenekar szervezésében.
Ez egy rokkuratórium, tehát nem rokkopera, ahol emberek párbeszédet folytatnak egymással dalban, hanem rokkuratórium, ami azt jelenti, hogy igazából elmeséljük a történeteket, tehát mi a zenekar és a kórus meséli, hogy mi történik, és a táncosok egy táncjátékkal ezt elmesélik, úgymond a közönségnek. Van a szereplőnk is kettő darab, ez Szent László és Szűz Mária, tehát ők ketten, akik külön szereplők, a többiek a táncosok és a népet meg a történéseket mesélik el. Csak a klasszikus zene vagy jazz zene, itt is egy olyan szintű szórakozást találnak az emberek, az igényes zenekedvelők, vagy egyáltalán a színház meg tánckedvelők, hiszen annyiféle műfajt magába foglal ez az előadás, hogy egy emlékezetes élményben lesz részük. A munka az még javában zajlik, én néhány napja érkeztem haza, és hál' Istennek azt tapasztaltam, hogy az előkészületek nagyon jól állnak. A bábok, amiket közösen megálmodtunk, azok lassan készen vannak, lesz egy csodaszarvasunk, lesz egy hatalmas kígyónk, ellenség, gyökérbábok, úgyhogy reméljük, hogy ez látványban is majd tetszeni fog a közönségnek, és hát nagyon nagy élmény volt látni ezeket a bábokat, ahogy elkészültek, és ez Albert Zsuzsának és Bakó Klárának a munkája, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezek elkészültek. A táncosok is nagyon szépen előkészültek, úgy a Larissa táncosai, mint a néptáncosok. A Lovak királyról szóló Szent László Légy velünk rock oratórium táncjáték, amely Erdély védőszentjének rendkívül erős, pozitív személyiségét, nagyszerű cselekedeteit és a köré fűződő legendakört fogja össze, óriás produkcióként zenében, dalban, táncban, augusztus 20-án a csíkszeredai Szabadságtéren lesz bemutatva 21 órától.